Caritas nevében elmondani képviseletében, hogy... Országszerte mintegy 200 fogyatékkal élő ember próbálhatta ki magát 200 különböző munkahelyen egy nyílt nap, a Neked Munka, Nekem Álom elnevezésű akció keretében. Fejér megyében 2019-ben a Székesfehérvári Egyházmegyei Caritas munkáját támogató Alba Caritas Hungarika Alapítvány vállalkozott arra, hogy a programot megvalósítsa. A különleges nyílt nap sajtótájékoztatóját Sinkovicsné Máté Hortenzia, Caritas igazgató helyettes vezette. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy a fiatalok ilyen lelkesek, nagyon örülnek ennek a programnak, sőt, akik már a múlt években is részt vettek, szintén szeretnének jelentkezni, de hát igyekszünk mindig újakat bevonni. És az is nagyon nagy élmény számunkra, hogy a munkáltatók részéről is ilyen nyitottságot tapasztalunk. Ennek a programnak a célja tulajdonképpen nem a munkaerő közvetítés, hanem a társadalmi érzékenyítés, hogy a két oldalt, a munkáltatói oldalt és a fogyatékkal élők világát egy picit egymáshoz közelítsük. Spánya Antal püspök Caritas elnök köszöntőjében hangsúlyozta, a nyílt nap nagy lehetőség, hogy a programban résztvevőket bensőleg gazdagítsa, szebbé tegye életüket és segítsen abban, hogy egymásnak örömet szerezve megtapasztalják az igazi boldogságot. Ha igazán nem is tudunk úgy esélyt adni, hogy szeretnénk, de ezzel a mai elgondolással, ennek a mai napnak a programjával tudunk egy jó napot adni azoknak a fiataloknak, akik ebbe részt vesznek, és örömmel hallom, hogy nem csak a fiataloknak, akiknek csak álom esetleg egy jó munka, egy kellemes munkahely, hanem azoknak az embereknek is, akiket ők meglátogatnak, akik örömmel készülnek arra, hogy találkozzanak velük, és egy olyan napot tudjanak eltölteni, amikor nem csak a munkájukat végzik, hanem másnak is tudnak örömet szerezni, hiszen az ember életnek az igazi értelme az, hogy örömet szerezzünk, és akkor van jó napunk, ha tudunk igazán örömet adni a másiknak. Turcsiné Molnár Mária munkatanácsadó, a nap koordinátora az eseményen úgy nyilatkozott, a programba bekapcsolódó házigazda munkáltatóknak ez a nap ugyanúgy élményt és sikert nyújthat, mint a fogyatékos résztvevőknek. Az érzékenyítés az elsődleges cél, és mindig van egy olyan hozadéka, hogy akár egy-két ember a jelöltek közül, a résztvevők közül munkára is találhat. Most sem titkolt szándékunk az, hogy lesz ilyen jelölt. Én elsősorban a Grundfosra gondolok ezzel kapcsolatban, hogy náluk már hagyománya van annak, hogy például megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékkal élő embereket foglalkoztatnak, és eleve úgy is vállalták be ezt a mai napot, hogy adott esetben, ha az, aki oda megy hozzájuk, megfelelhet arra a feladatra, akkor a későbbiek folyamán számolnak vele. Magyar László az Egyházmegyei Caritas által fenntartott Szent Kristóf Ház fogyatékkal élők nappali intézménye vezetője a tájékoztatón elmondta, a különleges képességű fiatalok naponta okoznak pozitív meglepetést egyediségükkel. Örömmel és nagy izgalommal próbálják ki magukat az intézményen kívül is. Nagy izgalommal készülnek mindig erre a napra. Aki már volt egyszer, az szeretne még egyszer menni, kipróbálni egy másik helyen magát, tehát hogy ez is egy jó dolog, hogy ők ilyen szempontból bátorságot kaptak ezen keresztül. A másik pedig, hogy az önbecsülésük nagyon sokat változott, tehát hogy bármilyen munka, amit ott mi napközben esetleg próbálunk rájuk bízni, vagy bevonni őket, azt nagyobb önbizalommal végzik, mert volt egy olyan nap, amikor egy nyílt munkaerőpiaci helyen kipróbálhatták magukat. És azt gondolom, hogy az is egy nagyon jó visszajelzés volt, hogy többen kaptak olyan meghívást, hogy akár még munkatársként is fogadnák őket, független attól, hogy ők azt gondolják magukról, hogy nem biztos, hogy tökéletesen tudják azt a munkakört, de mégis megszólalt ez a dolog, hogy várnák őket vissza. Úgyhogy ez egy nagyon fontos szerintem az ő életükbe. A Neked Munka, Nekem Álom program székesfehérvári tájékoztatóján a munkáltatók részéről Erős Pál a Grundfos gyár és Plecser Ádám a Cutler Fehérvár Fitness Központ nevében szólalt fel. Mindketten megerősítették cégük hitvallása, hogy a sérült embereket képességeikhez képest támogassák és segítsék. Idén csak egy fő, de lehet, hogy jövőre még többen. Valaki van, akinek megmutathatjuk a mi világunkat és betekintet,
az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Szalva Vita Alapítvány támogatásában megvalósult kezdeményezés egyik résztvevője, Kuci Fanni volt, az Arany Egymi ezredéves készségfejlesztő iskolájából. Kérésére idősek ápolásában vehetett részt a Katolikus Szeretetszolgálat országos papi otthonában. Szerettem volna ápoló lenni, szerettem a betegeket mendódulni, nitenni nekik. Tuba Kovácsné Mónika intézményvezető örömmel vette, hogy a fehérvári otthonnal beléphettek a Neked munka, neked álom programba, és az érdeklődés középpontjába kerülhetett a szakápolást, ápolást, idős gondozást nyújtó intézményük. A gondozás területén ugye az alapgondozási feladatokat, amit otthon is elvégzünk, a szeretteink körül a környezetrendbetételét, a testi higiéniát értjük. Az ápolásban már a gyógyszerelés, a különböző kötözések, az inkontinencia ellátása, a mentális gondozás, a szakszerű foglalkoztatás, a mobilizálás, a gyógytorna, beletartoznak, a szakápolásban pedig már azok a feladatok, amikor már sajnos infúziós kezelésre van szükség, folyadékpótlásra, vagy injekciók beadására, vagy olyan eszközök használatára, mint például különböző szívóberendezések, oxigénterápia, amikhez már komoly egészségügyi szakképzettséggel rendelkező kollégákra van szükség. A Neked munka, nekem álom kezdeményezés Székesfehérváron is szemléletformálódást indított el a fogyatékossággal élő emberek támogatásában, megismerésében, elfogadásában. A program elősegíti, hogy a fogyatékkal élők egyre többen tudjanak a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedni.